Alpolgármester úr, elérkeztünk a cikluszáráshoz. Mint minden képviselőtől, aki él ezzel a lehetőséggel, öntől is azt kérdezem, hogy hogyan értékeli a saját munkáját, az elmúlt 4 évet. Köszönöm szépen a lehetőséget. Azt gondolom, hogy egy képviselőnek kötelessége és feladata is az, hogy az elmúlt 4 évet, hogyha végig dolgozta, én úgy gondolom, hogy végig dolgoztam, azt értékelje. 4 évvel ezelőtt, vagy közel 4 évvel ezelőtt a alakuló ülés után készült interjúban én egy hasonlattal éltem. Az a hasonlat pedig egy hajóhoz, egy csónakhoz próbálta hasonlítani a képviselő testületet, az önkormányzatot, és akkor én úgy fogalmaztam, hogy örülnék, hogyha ez a hajó nem borulna föl a 4 év alatt, és lehetőleg, hogyha mindannyian, vagy legalábbis többen húzzuk egy irányba előre, akkor előre felé is fog haladni. Én úgy érzem, hogy előre haladt ez a hajó, de megítélésem szerint, és ez saját magamra is értendő, megítélésem szerint elég lassan haladt ez. Hogyha már akkor hasonlattal éltem, és mivel büszkén mondom, hogy azóta plusz még 4-szer lejöttem az Zalán, így méltán mondhatom, mert megtapasztaltam, hogy a hajózás elég nehéz dolog, és nem mindegy, hogy milyen körülmények között hajózunk. Ez az önkormányzat, illetve ez a képviselő testület, azt gondolom, mivel hogy nem mindegy, hogy milyen hajóval, mekkora és milyen lapátokkal, milyen legénységgel és milyen kapitánnyal érkezik meg a 4 év végére, tehát a célba. Én azt hiszem, hogy ebben a 4 évben elég kicsik voltak a lapátjaink, sajnos a makrogazdasági, pártpolitikai és egyéb körülmények nem a legjobbak voltak Zalaszentgrót város önkormányzatánál, így azok az elképzelések, illetve azok a tervek, amelyek megfogalmazódtak 4 évvel ezelőtt a kampányban, sajnos nem mind, sőt mondhatom, hogy elég szerény mértékben teljesültek csak. Hála Istennek, hogy megörököltünk 3 olyan nagy beruházást, gondolok itt az egészségügyi központra, az iskolára, illetve a templomtérre, amelyeket az előző ciklusban valósítottunk meg, és ennek a ciklusnak az elején tudtunk átadni. Ezt követően sajnos ilyen mértékű, vagy ilyen léptékű beruházás a városban nem valósult meg. Ennek nagyon sok összetevője van, mint ahogy az előbb is fogalmaztam. Gazdasági, országos gazdasági, makrogazdasági tényezők és egyéb összetevői is voltak ennek. Én azt hiszem, hogy azok a beruházások, kis beruházások, amelyek mégis megvalósultak a város hasznára, és az itt élőknek a életminőségének a javítására jöttek létre, és azt a célt szolgálják. Ha a gazdaságon kívül még az egyéb intézményrendszeri, illetve szervezeti változásokat is megemlítem, akkor ezek között a legpozitívabb dologként tudom említeni, hogy a középfokú oktatást helyben tudtuk tartani, az egészségügyi központot igaz második nekifutásra, mármint a működését, igaz második nekifutásra rendbe tudtuk tenni, és azóta azt gondolom, hogy megfelelőképpen működik, természetesen van ott is még jócskán tennivalónk. Az egyéb kis beruházások, mint amik most itt a ciklus végén elég intenzíven megvalósulnak, átadásra kerülnek, ezek kis léptékűek, és sajnos nem olyan mértékűek, amelyek mondjuk munkahelyteremtéssel vagy egyéb olyan pozitív hozadékkal rendelkeznének, amelyeket eleinte elterveztünk. Saját munkámat körülbelül ugyanezzel a minősítéssel tudom értékelni, tehát én sem voltam sem jobb, sem rosszabb, mint a velem együtt dolgozó képviselőknek a többsége. Én az aktívabbak közé tartozom, mert akár gazdasági, oktatási, illetve hát humánügyek bizottsága, illetve egyéb bizottságoknak a munkájában és a testület munkájában aktívan részt vettem.
Nem akarom csak a körülményekre fogni azt, hogy csak ennyit értünk el ebben a ciklusban, de természetesen a mi tevékenységünk, mi munkánk is hozzájárult. Hogy most nem kampány célzattal, de mégis azért egy ilyen értékelés nem lehet teljes, hogyha nem mondom azt, amit gondolok, hogy mit lehet tenni. Én azt hiszem, hogy a jövőben azt lehet tenni, hogy, és ez szó szerint is átvitt értelemben is gondolom, Zalaszengrót kapuit szélesre kell tárni a nem messze lévő magántőke előtt, hiszen ez a magántőke akár országos, tehát kormányzati, illetve uniós támogatási lehetőségeket is meg tud valósítani. És akkor valóban azok a célok, amik 4 évvel ezelőtt megfogalmazódtak, azok most is célok lehetnek, tehát a gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, és akkor azt hiszem, hogy 4 év múlva esetleg kicsit pozitívabban, kicsit jobb eredményekről beszámolva tarthatjuk esetleg meg ezt a tájékoztatót. Köszönöm szépen. Képviselő úr, önt is arra kérem, mint minden képviselőt, aki vállalta a 4 éves elmúlt ciklusbeli értékelést, hogy értékelje a saját munkáját. Köszönöm a lehetőséget, sajnálom, hogy nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. Hát vegyes benyomásaim vannak a 4 éves ciklusról, ugye először voltam képviselő, és elég nagy lendülettel vetettem bele a munkába, úgy érzem, hogy egy olyan kb. 2 évig talán minden ülésen itt tudtam lenni, majd azt követően, amikor 4 órára, meg 2 órára tett át a testület a ülések kezdési időpontját, akkor nem mindig tudtam jelen lenni. A vegyes benyomás azt jelenti, hogy volt, én a jogi szaktudásomat szerettem volna a testületi munkába belevinni. Itt ezzel kapcsolatban értek kellemes és kellemetlen élmények. Kellemetlen élmény volt az, amikor annak ellenére, hogy mindenki tudta, hogy a jogi érveim helytállóak, ennek ellenére ellenkező döntést hozott a testület. Ugyanakkor voltak pozitív élményeim is, összességében azért a pozitív felé billen a mérleg. Talán kiemelnék egy-két olyan ügyet, ami úgy borzolta is a kedélyeket, meg hát viszonylag nagy horderejű volt. Ilyen volt az iskola átszervezés. Most nevezhetjük összevonásnak, átszervezésnek, nem ez a lényeg, hanem az, hogy ott úgy éreztem, hogy annak ellenére, hogy utólag olyan többségi vélemény látott napvilágot, hogy megmentették a 5-4 arányban az iskolát, tehát én szerintem nem erről van szó, mert a kisebbség sem azt akarta, hogy ne legyen gimnázium, hanem másként képzeltük el. Ebben a pozitívum az, hogy úgy érzem, hogy ott a parlamentáris demokrácia abszolút érvényesült. A kisebbség, ahol én is tartoztam, természetesen tudomásul vettük, és örülünk neki, hogy így alakult az iskolának a sorsa. Nagy horderejű ügy volt, talán nekem az utcanév változtatás, de erről, mivel akkor külön riport is kész, hogy nem szeretnék erről beszélni, ott megint arról volt szó, hogy a jogi érveimet, ha nem is rögtön, de azért a testület többség elfogadta. Több bizottságnak is a tagja voltam, és a Tüske-Szentpéteri Szönkormányzatnak a vezetője voltam. A Tüske-Szentpéteri tevékenységemmel kapcsolatban rendkívül pozitívnak értékelem, és úgy érzem, hogy az ott lakók is pozitívnak értékelik, hogy sikerült a kultúrázat kívülbelül felújítani. Igaz, hogy ez el is vitte a 2013 évi 1 milliós költségvetésünket, és ezzel kapcsolatos az a korábbi felvetésem, és ha lesz rá lehetőségem, akkor továbbra is ezt szorgalmazni fogom az új ciklusban, ha a választók bizalmából újból képviselő leszek, hogy át kellene tekinteni a részönkormányzatok finanszírozását, mert vannak olyan költségek, ami fix, és ugyanakkor a bevétel az tulajdonképpen a lakosság arányosan történik, tehát egy ilyen felújítás például elviszi az egész éves költségvetés, pedig hát más feladatok is vannak. Például sikerült megoldanunk a Tüske-Szentpéterben a temetői életveszélyes fák kivágását, ugyanakkor nagyon nagy gond a belvíz
Tehát amikor ilyen nagy esőzések vannak, mint idén is, az elmúlt időszakban, akkor Tüske-Szentpéter tulajdonképpen a falu közepén áll a víz, ezt nem sikerült sajnos megoldani, hát ez is egy feladat lesz. Még egy olyan dolog, olyan terület van, ami a életem elmúlt időszakához kapcsolódik, és viszonylag most is próbáltam vele foglalkozni, ez pedig az egyesületek, azon belül a futballklubnak a finanszírozása, ebben nem nagyon sikerült előrelépni. Én azt szerettem volna, hogy úgy, mint ahogy amikor én voltam egyesületi elnök, és ez teljesen természetesnek tartom én, hogy a kb. 3 millió forint vagy olyan több támogatást kap az önkormányzattól, hogy a testület azért egy ciklusban egyszer tekintse át az egyesületeknek a tevékenységét, és kérdezzük már meg, hogy mire fordítják azt a pénzt, amit kapnak tőlünk. Hát ebbe volt egy adhok bizottság felállítása, de semmi nem történt, úgyhogy hát ezt, ha nem is kudarcnak tekintem, de egy ilyen befejezetlen tevékenységnek. Képviselő úr, arra kérem így a ciklus zárásaként, hogy az elmúlt 4 éves tevékenységét, munkáját értékelje. Hát nem könnyű feladat értékelni, és most nem 20 évet kívánok értékelni, mióta testületben vagyok, hanem csupán az utolsó 4 évet, hisz most ez a feladat. Nagyon sokszor beszélgetünk baráti társaságban, és igazán nem értjük, hogy Szentgrót miért itt tart, ahol tart. És ezt arra merem mondani, hogy felvetődik a kérdés, hogy egy zalacsány megél a tavából, Keida a fürdőjéből, Kékút pedig az ásványvizéből, mi pedig mind a hárommal rendelkezünk, és úgy érzem, hogy sokkal jobb sorsra érdemelnénk, mint ahol vagyunk. Kerestük a megoldást baráti körben, egyéb helyeken, igazán nem találtuk meg, és megmondom őszintén, hogy ebben a ciklusban sem találtuk a választ, hogy hol van a fejlődés kitörési pontja, reméljük előbb-utóbb megtaláljuk. Az biztos, hogy a ciklus elején rossz rajtot vettünk, hisz gyakorlatilag itt volt majdnem 100 millió forint, amiből elkészültek a tervek, megvalósítottuk volna faházakat, és gyakorlatilag ma nem lenne probléma, hogy mi lesz a stranddal. Hozzáteszem, hogy az akkori számítások szerint, amikor a strand egész évben működött, ennek a hiánya nem ért el a 18 millió forintot. Ha naponta 52 fővel több szemét tudnánk fogadni, illetve lenne olyan lehetőség, hogy esetleg itt a vással és egyéb dolgokkal ezt meg tudnánk teremteni, akkor az 52 fő napi bevételi áron a teljes évi hiányt pótolná, tehát a strand nyereséggel működne. Nem beszélve arról, hogy a lehetőségek megvoltak arra, hogy ezeket a faházakat bővítsük, akár 50-re. Ezt a pénzt mi valamilyen adminisztrációs okok miatt vissza kellett, hogy adjuk, és azóta ezt, amikor különböző pénzekért fordultunk megyei támogatásért, nagyon sokszor az órunkra vetették, hogy visszaadtátok, nem tudtatok azzal semmit kezdeni. Én úgy gondolom, ez nagyon nagy hiányt jelentett, és ez nagy lökést adott volna, ha valamilyen szinten sikerült volna megvalósítani ezt a tervet. A másik, amit még negatívumként említek, az pedig az, hogy volt egy ötletem, hogy Zalaszentgróton elfogytak a telkek. Most az is biztos, hogy fizetőképes kereslet nem lenne rá, ezért én egy olyan ötlettel álltam elő, amiből kifolyólag az lett volna, hogy az egyik tavunkat föláldozzuk, és a telkeket a tóval együtt értékesítjük, akkor 2 éven belül egy teljes utcasort lehetett volna megvalósítani. Most természetesen ennek megvannak az előnyei és hátrányai. Én úgy gondolom, hogy a város másként nem tudta volna ezt megvalósítani. Természetesen egyik tavunkat elvesztettük volna, de idegenforgalomban sokat jelentett volna a strandnak, és megmerem kockáztatni, hogy esetleg a tégragyárat is meg tudtuk volna menteni. Arról nem beszélve, hogy hány vállalkozónak, segédmunkásnak lett volna munkája, és az itt befolyt összegből az önkormányzat mindenféle befektetés nélkül, hogy előre megkapta volna ezt a pénzt. És itt jön a következő nagy hiányosság, amit én hiányoltam a testületben, és természetesen ugye ebből következik, hogy az ötlet nem valósult meg. Ebből annyi lett, hogy nagyon sok támadást kaptam a Horgász Egyesülettől, de úgy gondolom, hogy a fejlődés megért volna annyit, hogy ezt a lépést megpróbáljuk, meglépjük. A támadások jöttek, igazán nem állt mellém senki, testület nem karolta föl az ötletet, és ezért nem lett belőle semmi.
Én úgy gondolom, hogy a testületnek egyetlen nagy hibája volt, és ez rányomta az egész 4 évre munkáját, hogy nem volt csapatmunka. És azt tudjuk, hogy csapat nélkül bajnokságot nem lehet nyerni, egy-egy mérkőzést meg lehet nyerni egy-egy jó játékkal, de hosszú távon csak csapattal lehet dolgozni. Ez a hiányosság végigkísérte 4 évet, és szinte mindenben jelentkezett. De ne legyek ilyen negatív, néhány dolgot, és mivel Kisszenyrót részönkormányzat vezetője vagyok, ezért egy-két dolgot azért szeretnék elmondani, ami a testületi munkának a szépségét jelentette számomra, hogy azt az épületet, amit pályázatból sikerült megépíteni, a bórházat, sikerült megtölteni programokkal, és olyan programokkal, amire büszkék lehetünk. És csak egy-két nevet említve, a pap professzortól, a Horváth István találmányától kezdve, és Vértes András előrejelzései alapján, hogy mi várhat az elkövetkezendő időszakban, de mondhatnám azt, hogy nem volt hét, hogy egy-egy előadást ne szerepeljen a programok között. Kisszenyróton legalább 30 ember dolgozik, rendszeresen részt vesz a programokban, hisz nélkülük ezt nem lehetett volna megvalósítani, nekik ezúttal is köszönöm a munkát. És mi sem bizonyítja jobban, hogy nem álltunk le, hisz olyan terveink vannak, és remélem, hogy egy-két héten belül megvalósulnak. Itt többek között a bórház udvarát térburkolatoztuk, ugyanígy elkészül egy teljes utca, ami 2 részletben fog elkészülni. Az első rész az most meg lesz 10-éig, tehát október 10-éig, a másik pedig egy másik pénzből, mert arra már nem volt lehetőségünk, de temetőig mindenképpen járdát építünk, tehát ebből kifolyólag egy utca járdát fog kapni, amire nagyon nagy szükség volt, hisz ott van a temető, és gyalogos közlekedésre egyáltalán nem volt lehetőség. Ezen kívül megépítjük az urnafalat, ami megítélésem szerint nagyon szép lesz, de természetesen ezt majd az ott élők el fogják dönteni, és ugyanígy a temetőnél a ravatolozó körüli térburkolatot is meg fogjuk valósítani, tehát napokon belül az is befejeződik. Képviselő úr, arra kérem, mint az összes többi olyan képviselőt, aki vállalta, hogy értékeli az elmúlt 4 esztendőt, hogy a 2010-14-es ciklusban végzett saját munkáját értékelje. Én először is köszönöm a megtiszteltetést, hogy egyáltalán megszólalhat az ember, és valamit elmondhat arról, hogy mit is végzett az elmúlt 4 év során. De én egy kicsikét messzebbről kezdeném, mégpedig 2006-ból. Engem itt 2006-ba bizonyos körök félretettek, és amikor 2006-ba bekerültem a képviselőtestület tagjai közé, ott a Városi Művelődési Háznak a színház termében nagyon felemelő élmény volt letenni az esküt. Én azt gondolom, hogy ez meghatározó volt az életem további folyására. Én ott akkor abban adott pillanatban elhatároztam, hogy teljes szívvel és teljes elmémből fogom szolgálni ezt a várost és ennek a városnak a lakosságát. Én azt gondolom, hogy ezen ígéretemnek, magamnak tett ígéretemnek próbáltam mindvégig megfelelni, és minden olyan kérdésben, amiben lehetett beleszólásom, ez vezetett a döntésnél. Minden egyes testület ülése felkészülten érkeztem, áttanulmányoztam az alternatívákat, hogy mik a döntési lehetőségek, és mindig úgy próbált az ember meghozni a maga igen szavazatát, hogy az lehetőleg a város lakóinak jobbulását, eredményét szolgálja. 2 dolgot szeretnék kiemelni a tevékenységem sorából, az egyik a gimnázium megléte. A gimnáziumnak a problémáját a lakosság előtt ismert, néhány képviselőtársammal hatalmas csatározásba kezdtünk bele, hogy megmaradjon valami a gimnáziumba. És akkor, amikor azon a bizonyos testületülésen 5-en rászavaztunk, hogy a gimnázium léte maradjon, és maradjon középfokoktatás Zalaszentgyörgyön, akkor az egy siker koronázta az erőfeszítésünket. Magam nem gondoltam arra, hogy ennek az intézménynek a vezetői pályázatát majd beadom. Ez később történt meg az elhatározás, akkor, amikor már láttam a pályázóknak a szándékát, hogy kik is azok, akik meg akarják pályázni, ekkor gondoltam úgy, hogy magam is beadom, és megint csak az előbb elmondott teljes szívemmel és teljes erőmmel azon leszek, hogy ez a gimnázium, ez oktatási intézmény a lehető legjobb legyen. Én
úgy gondolom, és ebben nem feltétlenül kell az álszerénység, hogy 2012 óta ez az oktatási intézmény egy másik pályán indult el, egy másik pályán vett, más léptékű haladást vett fel. Na, természetesen ez nem csak én, hanem valamennyi munkatársam. Hiszen az nagyon nem jó vezető, aki azt gondolja, hogy egy cég, egy valami csak tőle megy jól. Nem, ő csak olyan, mint a kovász, elindítja a folyamatokat, és utána pedig vigyáz arra, hogy a folyamatok jól haladjanak. Mindössze csak ennyi a szerepem. De jelen pillanatban ennek az oktatási intézménynek jó neve van, népszerűek vagyunk, és azok a körök, ahol én mozgok a megyén belül, oktatáspolitikában gondolok, ők is elismeréssel szólnak rólunk, és az, hogy be tudtunk iskolázni 33 tanulót, ez mindenképpen örvendetes. A másik ilyen dolog pedig az egészségügyi központ. Én oda mentem feleségemhez annak idején, amikor ment ennek a csatározása, és elnézést kértem tőle, mert mindaz a bántás és rugás, ami engem illetett volna, miközben ment ez a harc, ő kapott belőle sokat, de azt mondtam neki, hogy nézd, nekem a tisztesség és az egyenesség a sokkal többet ér, és én ezt az utat választottam, én ezen akarok haladni. Az egészségügyi központnak a korábbi vezetője egy meglehetősen pazarló gazdálkodást folytatott. Én nem akarok ebben most nagyon hosszan belemenni, de az egyik fontos dolog ez a pazarló gazdálkodás. A másik dolog pedig az a acsarkodás vagy emberi mentalitás, ahogy ezt az egész intézetet irányította, mindenképpen a város kárára ment. Csak az első költségvetési tárgyalásnál 75 millióval indította azt, amit kért volna az egészségügyi központ működéséhez, és a végén elment 41 millióval. Ha maradt volna még energiám, megszuszom, akkor még a 41-et is tudtuk volna tovább faragni, hiszen még ez is sok volt. És ezt az álláspontomat a későbbi vezető által vezetett oktatás, vagy egészségügyi központ be is bizonyította, hiszen jóval kevesebből működik. Ez egy nagyon nagy csatározás volt, de hála Istennek később a képviselőtársak is beálltak ebbe a harcba, és így ez az egészségügyi központ vezetése megoldódott. Részünk kormányzat vezető is vagyok Zalakoppányban, amire megint csak azt tudom mondani, hogy azon voltunk, hogy minden korosztály kapjon valamit. Tehát mindenkinek jusson, és ne érezze az, hogy ő valahol ebben a településben attól, hogy messzesik a várostól, nem tudja azokat a dolgokat élvezni, amit egy önkormányzat tud nyújtani. Mit tud egy önkormányzat nyújtani? Tud egy elfogadható művelési központot, művelési házat, amiben néhányszor vannak események, van egy advent, van egy karácsony, van egy anyáknapja, tehát vannak benne rendezvények. Tud tisztességes járdákat, hóeltakarítást, levágott füvet, és ehhez hasonlókat, illetve tud egy tisztességes temetőt nyújtani, amihez majd az utolsó utunk vezet, amivel az utolsó utunkról elkísérnek. Én azt gondolom, hogy részünk kormányzat vezető társaimmal, Orci Henriettával és Hetényi Feri bácsival azon voltunk mind a négy során, hogy ennek a kívánalomnak, ennek a kívásnak eleget tudjunk tenni. És hát tessenek megnézni 4 évvel ezelőtti Zalakoppányt, és most 2014-ben. Nagyon sokszor módom volt arra, hogy a gazdasági bizottságot én vezessem a alelnöki funkciómnál fogva, hiszen elnök úr akadályoztatása révén nem volt jelen. Az egy egészen más gondolkodás volt. Egészen más gondolkodást igényelt, mint a Humánügyek Bizottságának vezetése. Erre pedig azt tudom mondani, hogy itt is az vezérelt, hogy keressük a megoldást. Keressük a békét, és keressük azt, ami a lakosságnak jó. Ezért volt az is, hogy a földeladások mellé odálltam teljes vászélességgel, hiszen olyan területeket tudtunk ezáltal értékesíteni, amely a vásárlónak értéket jelent, de a városnak csak terhet jelentett, hiszen szétszabdalt, nagyon nehezen megközelíthető művelési ágban, művelésiágnak nem megfelelően használt területek voltak ezek. Most az, hogy ő a kis fáját le tudta gazdaságosan termelni, az egy egészen más kérdés. Ezt szervezetten nem tudtuk volna megoldani.
Az megint más kérdés, hogy mára már lassan elfogytak ezek a területek, és most már olyan területek kerülhetnének értékesítésre, ami már a városnak is hozhatna érdeket. Ez már egy egészen más, itt akkor már lépjen be a pályáztatás, és jöjjön be az az eset, hogy esetleg adott földterületért nagyobb összeget is tudnak adni, mint a kikiáltási ár. Amennyiben a lakosság úgy gondolja, hogy az elmúlt 4 év során tisztességgel, becsülettel dolgoztam, akkor én kérem a lakosságnak a szavazatát. Én azon emberek közé tartozok, akik nem szokták véka alá rejteni a vágyaikat. Én szeretnék tagja lenni a következő képviselőtestületnek is, és hát Mynarikerével közösen elmondva kell egy csapat, ezért indulok el a Fidesz-KDNP támogatásával, csapatával. Én azt gondolom, hogy a képviselőnek nem csak a képviselőség maga a munkája, nem csak az, hogy részt vesz a bizottság, illetve a képviselőtestület üléseken, hanem a város életébe is. És ezért a feleségemmel kalöltve, illetve nagyon sokat közösen dolgozva kezdtünk bele például ennek a betlehemeknek a készítésébe. Az is a tőlünk jött, vagy általunk vezérelt ötlet volt, illetve kivitelezés, de ilyen volt a polgáravatás, vagy ilyen volt az árvácskáknak a befogadása. És mindig az a lényeg, azt mondtam a szövegemben, hogy kovász. Nem az a lényeg, hogy már az idén, én ez már nem is nagyon kellettem az árvácskák fogadásához. Az a lényeg, hogy történt valami Zalaszentgróton, egy jó kezdeményezés, és már vannak nálam fiatalabbak mások, akik ezt tovább tudják vinni, és ennek nagyon tudok örülni. És a képviselő nem csak a teremben képviselő. A képviselő az ABC-be, a boltba, mindenhol képviselő, és ha a lakosságnak van valami megjegyezni valója, nem tartottam én se egyszer ilyen hivatalos fogadórát, nem is ez a lényeg. Az a lényeg, hogy tudják, hogy bármikor oda lehetett jönni hozzám, bármikor meg lehessen szólítani, elmondani a gondjukat, bajukat, és ha módom is lehetőségem volt, akkor kerestem rá a megoldást. Képviselő úr, öntől is, mint a többi képviselőtől, aki vállalta és élt ezzel a lehetőséggel, azt kérdem és azt kérem, hogy értékelje az elmúlt 4 esztendőben végzett munkáját. Köszönöm a lehetőséget. Én megmondom őszintén, a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak az elnöke voltam ebben a 4 évben, illetve a humán bizottságban dolgoztam, mint tag. Azt kell elmondanom erről a 4 éves önkormányzati ciklusról, hogy az én szemszögömből két részre választom, és két részként kezelem is. Az első ilyen rész a 2011-12-es évekre tehető, amikor még az önkormányzatok egy kicsit szabadabban gazdálkodhattak. Ez azt jelentette, hogy még önhikivel tudtak számolni az önkormányzat. Ez azt jelentette lényegében, hogy az első olyan nagy gazdasági évben, amikor ilyen takarékosságok jöttek, tehát ez azt jelentette, hogy 2011, hogy 55 milliós állami normatíva elvonással kezdett Zalaszentgrót önkormányzata. Ezt szerencsére egy önhikis pályázattal lehetett kompenzálni, de azt kell, hogy mondjuk, hogy elsősorban a működésre kellett koncentrálnunk ebbe az időszakban, hisz mind a gazdasági környezet, mind Zalaszentgrót gazdasága nehéz helyzetben volt. Ugyanakkor örömterinek kell azt is elmondanom ezen időszakban, hogy sikerült lényegében elindítani azt a 3 kiemelkedő projektet, ami most is jellemzi a várost. Ez a 3 kiemelkedő projekt, amit tudott a képviselőtestület támogatni, az egészségügyi központnak a komplett teljes megújulása. Ez azt kell tudni róla, hogy közel 1170 négyzetméter teljes mértékben megújul. Új eszközök, több mint 18 gép vásárlása, butorzat kerül az új intézménybe, illetve újabb szakrendelések. A második ilyen komolyabb tétel, ami történt a város életébe, és amit a pénzügyi bizottság támogat, ugye a templomtérnek a teljes rekonstrukciójának a befejezése. Ezt a város lakossága is látta, hogy nagyon sok rendezvény kerül ebbe az időszakba ide, a Csiga Fesztiváltól az adventi ünnepségekig a templomtéren jelennek már meg. A harmadik ilyen projekt, ami ezt az időszakot jellemzi, az általános iskola, most Deák Ferenc általános iskola, gimnázium és alapfokú művészeti iskolának a Csányi tagintézményének a megújulása.
komplett átépítése, illetve az Zrínyi tagintézménynek bizonyos részének a felújítása jellemezte. Nehéz év volt, majd következett 2012, itt szintén egy ilyen közel 17 milliós állami normatíva elvonást érintette a várost. Lényegében egy olyan 37 milliós működési forrás hiánnyal küzdöttünk ebbe az időszakban. Szerencsére költségvetésünk annak köszönhetően, hogy az alaszentendrei polgárok, illetve cégek jó adó, illetve adójellegű bevétel fizetése miatt jól szerepel, tehát itt köszönöm is a lakosságnak, illetve az adófizetőknek, hogy időben is jól fizettek, a város nagyon jól tudott működni, de akkor már láttuk, hogy 2013-ban ugye már nem lehet tervezni költségvetési hiánnyal, hisz csak a bevételeket tervezhettük kiadásnak, illetve jött az új átalakulás, ugye a járási székhelyé válik, új feladatok, természetesen is voltak különböző felújítások, pályázati pénzek elnyerése, de már nem akkora volumenben, mint az első évben. Nagyon fontos volt a költségvetési egyensúlynak a fenntartása. Ezt a bizottság nagyon is szem előtt, sőt nagyon takarékoskodva szem előtt tartotta. 2013-ban ugye új feladatok, új kihívásokkal érkezik a város. Ezt én a második ilyen költségvetési ciklusnak gondolom az Alaszentendrei életében. A járási hivatal ugye ide költözik, új feladatok történnek, oktatási programok, megmenekül a középfokú oktatás Zalaszengróton. Ez is egy nagy fegyvertény a humánbizottsági részről, és marad Zalaszengróton a gimnázium is. Azt is el kell mondani, hogy nagy kételyek is azért felmerülnek néha bennünk, és ebbe az évbe ugye, és a további életünkbe is a 2014 éven túl is, ugye itt van a városnak a Szentgróti Fürdő Kft., ami éves szinten egy 15-16 milliós többletkiadás jelent, illetve ezt tetézi még a Kft. Által felvett 48 milliós hitel és annak kamatainak a visszafizetése. Ugye ebbe az időszakban történik országosan a költségvetés részéről az önkormányzatok hiteleinek a kifizetése. Ebbe sajnos az Alaszentendrei városa nem részesül, hisz gazdasági társágon keresztül vette fel a fürdő hitelt, de a jó gazdálkodásunknak köszönhetően ugye a ciklus végére kompenzációba részesül az Alaszentendrei. Ez majd a fejlesztésekbe, illetve a megújulásokba majd látszódni fog, hisz meg fogja kapni az Alaszentendrei ezeket a pénzeket, hisz erre kormányzati ígéret van. Amit még én megemlítenék, talán az lenne, hogy az Alaszentendrei közben elkészül egy Batthyány kút, a Batthyányakra emlékezve, elkészül a fecskeház, pár utat rendbe tudunk tenni, viszont el kell gondolkozni a következő ciklusban is, hogy merrefele is kicsit gazdaságcentrikusan és óvatosan kell haladnunk, vagy azoknak a képviselőknek, akik majd a következő ciklusban bekerülnek a választás során. Én természetesen köszönöm az eddigi bizalmunkat a lakosságnak, és hogy Zalaszentendreiért dolgozhattam.